szokásos a kultúrfaló beszélgetés sorozat esélyén. Vacsora után a második körben az önök kérdéseit teszem fel vendégeinknek, aki is adunk. Nagyon szépen köszönjük most is nagyon sok kérdésért. Az első kérdés mindkettőtökhöz szól. Nagyon fontos kérdés, hogyan kerültetek egymás felé, mi a kapcsolat közöttetek, hogyan ismertétek meg egymást? Nem tudod, hogy jelenti, mondja meg. Hát én arra emlékszem, hogy persze láttam a Szalontai Tündét játszani, és nagyon-nagyon tetszett. Még kicsit több egyébként, mint hogy tetszett, mert úgy éreztem, hogy az egyike azoknak a nő szereplőknek az életemben, akikben olyan különleges energiát érzek. És vacsora közben beszélgettünk Abramovicsról, pont. Szóval, hogy egy olyan erős lénynek érzem a Tündét is, de nem tudom felidézni egészen pontosan, hogy személyesen egy ilyen rokoni, családi találkozásban ott volt a Tünde is, meg én is, és ott összeismerkedtünk, és olyan, mint mindig ismertük volna egymást. Nekem. Igen. Köszönjük szépen. Következő kérdés, Erikához szól, miért éppen a Kádár korszak? Említetted, hogy részt vettél egy olyan munkában, ami valamilyen módon a Kádár korszakhoz kapcsolódott. Ugye, amikor az indikus munkáidról beszéltél, szóval a kérdés, miért éppen a Kádár korszak? Hát legalább két oka van. Az egyik, hogy ez még az én életemnek is része. Tehát, hogy éltem abban a korban, emlékszem erre. A másik, volt egy munkám, amivel azzal az izgatott nagyon, hogy az elhallgatásnak a jelensége az, hogy működik egy közösségen belül. Tehát, hogy úgy elhallgatunk dolgokat egymás elől. Tehát akár egy kisebb közösségen belül, mint mondjuk a család, egészen a társadalomig, tehát hogy nem tudjuk kimondani, vagy nyilvánosan vállalni akár csak a másik ember előtt, hogy mi hogyan gondoljuk, vagy mi a mi álláspontunk. Ez akkor valamiért biztos, hogy a magánéleti okokból fontos volt számomra, és bevontam egy munkámba szakembereket, pszichoterapeutát, meg szociológust, és csináltunk egy projektet. De ezt most nem is akarom így hosszasan taglalni, a lényeg az, hogy a közös gondolkodás során valahogy ide lyukadtunk ki, vagy én ide lyukadtam ki, hogy ez egy olyan még számomra is elérhető történelmi távlat, amiben, mint mondtam, én is éltem, átélhettem ezt, és amire van azért már valamiféle rálátás, mert egy szubjektív is, meg kicsit objektív is, és úgy érzem, hogy ez a legközelebbi ilyen történelmi periódus, amit így visszatekintve a legkárosabbnak érzek. Számtalan ilyen volt, tehát hogy a történelmi traumákat hosszasan lehet sorolni, és tényleg nem feltétlenül ezen kellene lovagolni, csak számomra ez volt, ami még ilyen elérhető. Következő kérdés Tündéhez szól. Hol került kapcsolatba az improvizációval, és mi okozta, hogy megszerette? Zárója, ha jól értettem, az ezzel kapcsolatos mondatait. Igen, hát ugye találkoztam egy angol színészrendezővel, Alexis Lethemnek hívják, és ő hozta be Magyarországra, ő volt az egyik, még mások is természetesen, ezt a technikát, és közel kerültünk egy másfajta színházi munka kapcsán, és akkor így rajta keresztül bekerültem ebbe a tréningbe, és a közös előadásokat készítettünk ezek után. És hát megszerettem, mert van, tehát ez a folyamatos éberség
ez nagyon izgalmas dolog. Tehát, hogy ott abban a pillanatban mit tud az ember kezdeni önmagával, a helyzettel, a közönséggel, ez egy nagy kihívás mindig. Úgyhogy ez egy klassz dolog. Következő kérdés, mind a kettőtökhöz szól. Hitvallás és idézőjelek között elvárás, ellentmondása feloldható-e? Ez zárójelben itt van a kérdés direkt módon is, hogyha a Magyar Művészeti Akadémia a tagjai közé hívna benneteket, vállalnátok a tagságot? Nem. Én nem értem ezt a kérdést. Oké. Következő. Tünde beszélt arról, hogy saját határain belül vállal másféle színész munkát a megélhetése érdekében. Bocsánat, ez Erikához szól ez a kérdés. Öntől erre nem kaptunk választ, de érdekelne, milyen lehetőségei vannak e tekintetben egy képzőművésznek. Megismétlem. Tehát kérdés így szól, Tünde beszélt arról, hogy saját határain belül vállal, zárójel T, másféle színészi munkát a megélhetés érdekében. Öntől erre nem kaptunk választ, de érdekelne, milyen lehetőségei vannak e tekintetben egy képzőművésznek. Ez a fekete leves kérdés. Hát igazából bármit, ami nem bármit, de szóval nagyon sok mindent kell csinálnia, azt hiszem, egy képzőművésznek ahhoz, hogy meg tudjon élni, hogyha nem sikeres a műkereskedelmi piacon, és ez elég ritka. Tehát, hogy 40 év körüli képzőművész, magyar képzőművész szinten 100%-osan biztos, hogy nem tud megélni a hivatásából. Tehát más munkából szerzi a pénzét, amiből megél. És hát én is így vagyok ezzel, és hát minden életem során rengeteg mindent csináltam, mindig igyekeztem olyat választani, ami szellemileg viszont szabad maradhattam mellette. Tehát például ami reális lenne, és sokan csinálják körülöttem, hogy egy képzőmész, aki ügyes, még ért a programozáshoz, és akkor mondjuk ő egy jó grafikus, na ez egy alkalmazott művészet, és akkor ebből meg tud élni, és mellette még tudja valamilyen sorművészetét csinálni. Én nem értek jól a számítógépes programokhoz, meg nagyon nem kötne, meg nem érdekel, szóval ebben nem fejlesztettem magam. Hát egy alapvető bevételi forrásom az éveken át a bútorfestés volt, egy üzletnek, eleinte több üzletnek, később csak egy üzletnek bútorokat újítottam fel. Most ez már eléggé kikapott ez a munka, mert ez is egy félig meg ilyen luxus cikk volt, amit csináltunk, mint a képzőművészet is, tehát hogy kevesebb pénzük van az embereknek magyarul. De változó például most másfél hónapon át segítkeztünk a Kossuth Mauzóleum kőres taurellási folyamataiban egy művészbarátommal, és ilyen kortárs képzőművész is keresőállási munkába vesz részt. Aztán cikkeket írok, tanítottam például a MOMÉN 3 szemeszteren át. Számtalanszor előfordult, hogy valamilyen szakmai ösztöndíjat elnyertem, akár külföldre, vagy mondjuk korábban még pályakezdő művészként itt Magyarországon is, amik részben így átsegítettek ilyen hullámvölgyeken, de ezek, amiket mondok, ezek mind alkalmi munkának tekinthető, tehát biztos egzisztenciára ezekből sose számíthattam. De mindig megtalál valami, meg én is nyilván keresem. Szóval, hogy abszolút nem tudok olyan művészetet csinálni, ami eladható, mármint, hogy azért csinálni, hogy eladható legyen, tehát, hogy ebben nincs kérdés számomra, tehát azt csinálom, amit akarok. És akkor minden mellett egyéb munkákat vállalok. Köszönjük szépen. Tündéhez szól a következő kérdés. Törvényszerű volt-e a színházi világ kettéválása közszínházi és alternatív játékmódra? Melyik tábor hogyan tekint a másikra? És lehetségesnek véli az átjárást, vagy a bomlás véglegesnek mondható?
Hát most tulajdonképpen olyan időszakban élünk, hogy ez a pontosan nagyon-nagyon átjárható ez a két világ. Tehát a határok felemelkedtek, a színészek átjárnak egyik helyről a másikba, tehát pont ma már ez nem olyan szétválasztott két világnak számít. Amikor még kezdtem, akkor abszolút annak számított. De most már a közszínház is nagyon nyitott olyan fajta kísérletezésre. Ugye az alternatív színháznak az egy nagyon fontos meghatározója, hogy mennyire kísérleti. Tehát sokkal bátrabban nyúl mindenféle dolgokhoz, akár darabokhoz is, vagy akár amilyen stílusban, amilyen eszközökkel előadja ezt. Ezt egy úgymond közszínháznak ennél sokkal óvatosabban kell lépkedni. De mondom, manapság ez már sokkal átjárhatóbb. Tehát már nincsenek ilyen éles határok, mint akár 10-20 évvel ezelőtt. Színház is engem. Következő kérdés. Mindkettőtökről szól. Hogyan dolgozzák fel magukban a valódi értékek, hogy a valódi értékek egyre inkább láthatatlanná válnak, eltűnőben vannak, az emberek inger küszöbe oly módon tolódik el a média hatására, hogy teljesítmény nélküli celebeket gyárt. Hát igen, ez a... Na, szóval, hogy dolgozza fel az ember? Azt hiszem, hogy ez mindentől függetlenül mindenkire, talán mindenkinek lehetne egy kérdés, hogy az ember hogy dolgozza föl, ugye, hogy ezek a... Hogy volt a kérdésben megfogalmazva? Tehát azt, hogy az inger küszöb nagyon eltolódik, és hogy a média hatására ilyen, tehát hogy olyan produkciók a produkciók, amiben nincs produkció, igen. Egyrészt ez egy nagyon fájdalmas dolog szerintem mindannyiunk számára. Azoknak a számára is, akik ezzel nincsenek tisztában. Mondjuk ilyen nagyon egyszerű példát, hogy arra szoktak hivatkozni, hogy a tévé, a média, mondjuk az a legkártékonyabb talán, meg ami a legnagyobb hatással, persze meg az internet, de mindig mondják, hogy régebben mennyi tévéjáték volt, ugye, meg mennyire átlátható volt. És például tényleg a tévéjátékok, a tévéfilmeknek az eltűnése szerintem az egy mérhetetlen kár egyébként. És tehát ez egy nagyon látható, aztán még mi is, tehát hogy majdnem mindenki még talán valamennyire átélte azt, hogy amikor még az volt, és most már amikor nincs. Szóval számomra is, és szerintem mindenki számára ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. És az ember nem is gondolja, hogy mekkora kárt okoznak ezzel, mármint ezzel a műcelebb világgal. Sajnos. Köszönjük, Erika. De ugyanerre a kérdésre, bocsánat. Nem, csak valamit akartam mondani, hogy ez még valami is eszembe jutott, hogy közben meg sokszor az üt eszembe, hogy azért mégiscsak van egy igény is, nem? Tehát, hogy ez egy ilyen automatizmussá válik, tehát hogyha nem néznék az emberek, vagy ez lehet, hogy hülyeség ezt gondolni, akkor, tehát ha senki nem nézni, akkor valószínűleg nem lenne ez. Tehát, hogy szükség van valamiféle üres szórakoztatásra, gondolom, ez minden oda visszahat. De amit nem is ez a pontos, hanem amit akartam mondani, hogy szerintem az iszonyú fontos, hogy a saját környezetünkre figyeljünk, tehát a szűk kis, tehát hogy meddig ér el egy ember, tehát hogy lehet azt mondani, hogy a világ ilyen meg olyan lett, de a mi életünkért és a körülöttünk élők életéért is tudunk felelősséget vállalni, és hogyha most ez lehet, hogy idealizmus, hogyha csak mindenki csak ennyit megtesz, akkor nagyon sok minden jobbá válik. Tehát neked se, meg nekem se kell a világot megváltoztatni. Épp pont elég az, vagy ez az én így gondolom az életemet, hogy így szeretném csinálni, hogy csak azt szeretném megjobbítani, amit körülöttem elérhető. Tehát most ez, hogy itt vagyunk, együtt lehetünk, megszerveztétek, hogy legyen egy ilyen állandóan megújuló est, ahol valószínűleg más dolgokról is beszélgettek, bocsánat, hogyha tegeződöm,
mint erről a témáról, amit felmerült. Tehát, hogy itt létrejött egy közösség, és ez iszonyú nagy ajándék szerintem. Mondjuk Erikához szól a következő kérdés. Van-e olyan, hogy a kéz alkot, és aztán az ész rácsodálkozik a végeredményre? Megleped a saját magad? Hát ez egy jó kérdés. Vagy hát nehéz kérdés is, mert ez rögtön az jutott eszembe, hogy azoknál a műfajoknál, amikor nagyon anyagi természetű az a művészet, amit csinál az illető, tehát szobráz, tehát hogy az anyagot kell munkálnia, nagyon sok energiát kell beletennie, hogy megmozduljon valami, ott lehet, hogy ez az automatizmus jobban működhet, hogy úgy el tudom képzelni, és utána csodálkozik rá. De nem azt akarom mondani, hogy velem ilyen nincs, hanem hogy ezt nagyon nehéz külön választani, mert hogy ez egy ilyen meghosszabbítása valaminek. Tehát, hogy eleve az is egy szándék, ami valahonnan kiindult, egy akarat, hogy én egyáltalán odaülök egy papír mellé, vagy mit tudom, én akarok valamit az utcán csinálni. Tehát nem tudom ezt így függetleníteni. Tehát ez egyszerűen oda-vissza. Hát vannak rá csodálkozások, de nem feltétlenül azért, hogy az agytól függetlenül működik a kéz, vagy a kapitva. Köszönjük, Tündihez szól a következő kérdés. Jár-e a színművész színházba nézőként? Fontosnak tartja, hogy más színészek darabjait megnézze? Ha igen, eljut, van ideje színházba járni? Igen, járok. Nagyon szeretek színházba járni. Időm az nem mindig van természetesen, mert vagy én játszom, vagy ha nem, akkor próbálok a családommal lenni, mert hát számomra ez egy nagy kérdés, hogy egy színésznek hogy lehet családja. Hát ez egy másik beszélgetési téma. De hogy igen, én nagyon-nagyon nyitszal, nagyon járok mindenféle színházba, szívesen nézek táncelőadásokat, járok klasszikus koncertre, felolvasásokra, külföldieket szívesen nézek. Tehát tulajdonképpen én egyfolytában járnék. És itt van még egy kiegészítő kérdés is. Tündétől kérdezem, van-e, illetve készül-e önálló művészeti projektje? Hát nagyon érdekes, mert én most járok egy iskolába. Igen, nem elég későn, korán kell kezdeni. És ott most januárban lenne az utolsó vizsga és év, és annak a végén egy önálló estet kellene bemutatni ezen a vizsga. Úgyhogy kellene, és egyébként régóta készülök, mert nagyon izgat mindenféle tekintetben, de még nem sikerült kitalálnom, hogy mi legyen az. Sok ötletem volt, van, tehát állandóan cikáznak a fejemben mindenféle dolgok. Valahogy még nem sikerült, hogy úgy megtalálnom azt, hogy mi legyen. Mert szeretném, ha lenne benne mozgás, ének, szöveg, látvány. Ennyi egyelőre. Egyébként, bocsánat, tényleg most Erika mondja, van is már egy, csak az nem az én ötletem volt. Egy táncos koreográfus megkért, hogy Shakespeare szonetteket mondjak, és 15 szonette hangzik el, tehát van egy ilyen est tulajdonképpen, amiben nem csak elmondom, nem csak állok és szépen hallhatóan és érthetően elmondom, hanem mozgok is. És nagyon fontos a ruha, mert az is egy átváltozó, folyamatosan változik a ruha, és egy különös zene van. Szóval ez egy ilyen önálló estszerűség, de ugye nem, ezt egyrészt nem én találtam ki. Másrészt meg van még egy férfi, egy picit a darabban, egy sminkes. Nagyon különös. Köszönöm, hogy emlékeztettél, már kiment a fejemből. Köszönjük szépen. Erikához szól a következő kérdés, és ehhez is lesz kiegészítő kérdés. Tehát a kérdés, tudható, hogy neked van kötődésed Csepelhez, mesélnél erről kicsit? Igen, több is. Az egyik, azt hiszem, az a korábbi, hogy
Én nem is tudom, hány évvel ezelőtt béreltem a Csepregi gyár területén egy helyiséget műhelynek és műteremnek. Csak a hosszú éveken át ott festettem a bútorokat, tehát ide napi szinten kijártam, meg egyéb ilyen művészeti tevékenységeimet is, amihez szükség volt térre, amit otthon nem lehetett végezni, az ott történt. Szóval, hogy ez végül is egy ilyen intenzív pár év volt, szóval ilyen íjjelben nyúló hosszú folyamatok, erre konkrétan emlékszem, hogy mindig éjszakáztunk, és reggel mentünk haza, mert rövid idő alatt akartuk megcsinálni azt a munkát, ami meg kellett csinálni, hogy ne menjen el az életünkből sok idő, ez az egyik, és az öcsémmel dolgoztunk itt sokat, úgyhogy ezért is intenzív ez számomra. Ja, a három kötődésem van, a második, hogy volt itt egy projektem a Csepeli gyár területén szintén, a 100 lepedő című munkám. Ez 2005-ben volt talán, nem is tudom pontosan, ami nagyon fontos volt számomra, meg izgalmas, sok munkánk volt benne, személyes kötődéseim voltak hozzá, csak nagyon röviden elmondom, hogy egy csepeli gyárcsarnok, üresen álló csarnokot megkaptunk a projekt idejére, ami egy héten át tartott, de egy nap, egy este volt végül is így a megnyitója, meg akkorra hirdettük meg, hogy jöhetnek az emberek. És a projekt lényege, most sokszor használom ezt a szót, hogy projekt, ez nem olyan, nem hangzik olyan jól, gondolom. Szóval ez egy nagy műalkotás volt, amihez egy gyárcsarnokot használtunk. Megkértem az édesanyámat, hogy mosson ki 100 darab tiszta vásznat, lepedőket. Ezt videóra rögzítettük. Majd aztán ezeket a vásznakat kiteregettük ebbe a gyárcsarnokba, tehát így be voltak lógatva, de összevartuk őket, mert annyira kicsik voltak, így elvesztek ezek a lepedők, szóval, hogy ilyen nagyon hosszú fehér csíkokat lehetett látni, ahogy ott lógnak a térben, és erre rávetítettük ezt a folyamatot végtelenítve, ahogy anyukám mossa egy ilyen kád vízbe ezeket a teljesen tiszta textileket. Tehát egy ilyen nem nincs szükség rá, hogy kimossa, de ő mégis mossa. És ez akkor jött létre, amikor édesanyám éveken át az idős nagyszüleinket ápolta, egyik jött a másik után, nagyon betegek voltak, és valahogy ráhárult ez a folyamat. És akkor így nagyon sokat beszélgettünk anyuval erről, és szerettem volna reagálni nőként arra a feladatra, amit egy ember így felvállal a családból, főleg a nők, hogy elkísérik az idős hozzátartozókat tulajdonképpen így a halálig, alázatos munkájukkal, úgyhogy valahol egy ilyen emléket állítottam neki ezzel az ő munkájának, és a harmadik dolog az pedig az, hogy megismerkedtem a Geisből Tündével, aki egy kiállításra meghívott Csepelre, és akkor én ide készítettem egy műalkotást, ami egy bicikli volt, amit Csepelen szereztünk be, és négy szögletes kerekei voltak, és az a címe, hogy tehetetlenségi nyomaték. És ez a Csepeli Galériában volt kiállítva a Biciklus című kiállításon. Szóval, hogy ezek jutnak eszembe Csepelről. Köszönöm szépen. És ide a kiegészítő kérdés, a 100 lepedő és a biciklus volt. Köszönjük szépen. Tündéhez szól a következő kérdés. Hogyan lehet manapság bevonni a gyerekeket a színjátszásba, színjátszó körökbe? Ebben a kérdésben szerintem nagyon izgalmas időszakot élünk, mert elkezdődött ez a, nem is tudom, nem teszem van-e, hogy mi, de az iskolákban játszanak a színházi csoportok, kimondottan olyan témákat dolgoznak fel, ami az egyes korosztályoknak, és nem csak iskolákban, azt hiszem, hogy de már óvodában is elkezdődik, de iskolában mindenféleképpen, és ez egyre jobban elterjed, ami azért is fontos, mert egyrészt feldolgozhatnak olyan témát együtt, és egy ilyen kicsit tehát művészi eszközzel, ami nagyon fontos a mindenféle korosztálynak. Ez az egyik, ami szerintem
Tehát egyre jobban elterjed, és nagyon jó dolog. A másik pedig, hogy a színházak rá vannak kényszerülve, akár az Örkény, a Katona József Színház, én főleg őket, tehát ezt a két színházat ismerem ilyen szempontból, hogy ifjúsági programokat hozzanak létre, tehát meg olyan, tehát hogy ami egy folyamatos kapcsolata ezzel az új generációval, hogy olyan emberek nőjenek majd föl, akik szívesen járnak színházba, azért is, mert jobban értik esetleg a színházat. Tehát azáltal, hogy egy folyamatos kapcsolat van, kitálnak mindenféle programot, együtt dolgoznak a színészekkel, vagy bizonyos előadások előtt találkoznak, megbeszélik, vagy utána. Szóval ezek mind azt erősítik, hogy a fiataloknak köze legyen a színházhoz, és ez nagyon jól működik. Erre külön emberek vannak, szóval, hogy tényleg nagyon komolyan veszik, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Köszönjük szépen, Erikának szól a következő kérdés. Mi a véleménye a manapság annyira divatos felnőtt színezőkről, mint a kreatív terápiás technikáról? Szuper! Ez a véleménye. Akkor még egy kérdés. De tényleg, szóval, hogy azt biztos mindenki ismeri, amikor valamint gondolkodik, vagy telefonális közben egy tollal pirkálgat a papír szélére, nem? Tehát, hogy szükségünk van egy ilyen valami mondani is pirkálásra. Még egy kérdés hozzád. Milyen különlegességet hordoz az a tény, hogy képzőművészként írsz is, tehát szövegekkel is foglalkozol, nem pusztán képi, vizuális megfogalmazásokkal? Ez miért jó? Hogy milyen különlegességet hordoz? Mennyiben tesz hozzá? Miért érdekel? Miért tartod fontosnak? De néha nehéz a legegyszerűbb kérdésekre is válaszolni, mert magam sem tudom. Egyszerűen szeretek írni, vagy szeretek írásba gondolkodni dolgokról, inkább ez a pontosabb. Ezt sokszor megfigyeltem magamon, hogy ugye rengeteg kiállítást nézek általában, de amikor tudom, hogy írni is fogok róla, akkor egyrészt máshogy nézem, másrészt meg az írás során egy csomó mindent felfejtek belőle. Tehát, hogy ezért mondtam azt, hogy írásba gondolkodni, mert az írás ez egy gondolkodási folyamat, és akkor számomra is olyan dolgok bontakoznak ki, miközben írok róla, amire egyáltalán nem gondoltam. Akkor, amikor megnéztem csak úgy egyszerűen a kiállítást, egy idézőbe egyszerűen, viszont egy csomó mindent megfoszt, tehát hogy az egyszerű és közvetlen rácsodálkozás lehetőségétől az meg megfoszt, amikor az ember így elkezd írva gondolkodni, szóval hogy van hátulütő is. Köszönjük szépen, és az utolsó kérdés mindkettőtökhöz szól. Kicsit különböző megközelítésben, de ugyanaz a kérdés mindkettőtökhöz. Tehát Erikától tudom, hogy tanított is. Szeretném, hogyha erről egy kicsit mesélne, és Tündétől pedig azt szeretném kérdezni, hogy el tudja-e képzelni magát a színész oktatásban. A Moholy Nagy Művészeti Egyetemen tartottam egy kurzust 3 szemeszteren át, aminek az volt a tematikája meg címe is, hogy művészetkritika és kulturális zsurnalisztika, fazív, vagy valami ilyesmi, ugye? Szóval a címét most pontosan nem tudom idézni, elnézést, de az volt a lényege, hogy a művészetről írni, kritikusan gondolkodni, tehát ez volt a feladata ennek a kurzusnak. És hát azt kell tudni róla, hogy ugye felnőtt emberekkel dolgoztam együtt, jobban szeretem ezt mondani, hogy nem tanítottam. Ez kicsit így kivonom magam a tanítás felelőssége alól, mert egyébként ezt meg olyan nagy dolognak tartom, hogyha valaki tud tanítani. Tehát ez az együtt dolgozás, ez olyan szimpatikusabb számomra, tehát eleve már egy második diplomájuk megszerzésén dolgozó
munkálkodó emberekről volt szó, akik kifejezetten nyitottak voltak erre a kurzusra, mert csak tanítási gyakorlaton voltam általános iskolában, hogyha akkor is át kell adni egy tudást, amikor a másik ember azt nem akarja. Tehát ez egy ilyen kivételes helyzet volt. Nagyon élveztem. Hát mit mesélhetnénk róla? Jártunk kiállításokra, művészekkel ismerkedtünk meg. Nyilván ebben nagy segítségemre volt a kapcsolatrendszerem, hogy sok művészt ismerek személyesen. Műtermekben voltunk, és hát a bázisa ennek a kurzusnak az volt, hogy mindenkinek sokat kellett írni. És ezt én nagyon fontosnak tartottam, hogy azok az emberek, akik kulturális menedzsmenttel, vagy művész menedzsmenttel foglalkoznak, azok tudjanak véleményt formálni egy művészeti produktumról, átlássák ezt a kontextust, jelenségeket felismerjenek. És hát ez persze azok számára, akiknek nincs gyakorlata az írásban, az írásban, gondolkodásban, az valószínűleg nem volt annyira könnyű. Mert hát én is elég nagy feladatot vállaltam ezzel magamra, mert maguk az órák azok nagyon kötetlenek voltak, tehát különböző helyekre jöttünk, mentünk, néztünk, diskuráltunk, és akkor utána jött az a nagy munka mindenki számára, hogy mindig kellett írni különböző megkötöttségekkel, amiket én adtam, különböző hosszúságú típusú szövegeket, amiket én aztán meg úgymond kijavítottam. És ezt vállaltam, hogy mindig vissza is küldöm nekik, és ez meg azért volt, úgy gondoltam, hogy fontos számukra, mert hogy egy kulturális újságírás területén az nagyon hasznos, amikor egy szerkesztővel együtt dolgozik az ember, főleg az jó, és akkor az instrukciója alapján nagyon sokat tanul ebből, és akkor tulajdonképpen egy ilyen kvázi újság, író, szerkesztő és oda bedolgozó viszonyban voltunk így a munka során, és akkor tehát mindig megkapták a szöveget az instrukcióimmal, akkor volt, hogy azt újra dolgozták, tehát hogy úgy éreztem, hogy ebből biztos sokat tanulhatnak, hogy a saját hibáikat látják. De aztán a doktori képzés meg egyéb ilyen, nem tudom már mi minden miatt, nagyon sok dolgom lett, és akkor így ideillenesen ezt kértem, hogy függesszük fel. Meg így utólag úgy érzem, hogy ez a tanítás, ez egy biztos összefüggésben van azzal, hogy nem bírom azt mondani, hogy van egy mesterem, mert nem ilyen, egész életemben nem éreztem azt, hogy a magyar oktatás rendszerben olyan kimagasló teljesítményeket találkoztam volna. A maga a rendszer, hogy nem kimagasló. Ezért van bennem egy kis neheztelés erre az egész szisztémára, és arra, hogy amikor az ember saját maga tanul, mert mindent a sokkal hosszabb ideig tart, és ezért én nem is nagyon tudom elképzelni, hogy most még nagyon bemerészkedjek ebbe a rendszerbe. Egyrészt azért, mert nem tetszik, és ennek nem akarok a része lenni, mert nagyon sok mindent máshogy gondolok. Másrészt azért, mert tényleg olyan komoly, nagy felelősséggel járó dolognak tartom azt, hogy gyerekeket tanítani valamire, hogy az egész életüket végigkíséri ez. Szóval egyszer majd lehet, tanítok még. Köszönjük. Tünde, válasz ilyen típusú feladatokat? Nem. Egyelőre nem, vagy még úgy nem jött el ez a pillanat, vagy ez a valami, de én azt gondolom, hogy az valami különleges képesség, ha valaki jól tud tanítani. Szóval az nem egy ilyen evidens, hogy hát aki ezt is csinálja, az azt is csinálja. Tehát, hogy aki valaki jó színész, akkor az jó rendező, meg jó tanító. Nem, ahhoz szerintem valami különleges képesség kell, és nem is egy, hanem valami összetett, nagyon összetett dolog. És amáról az elején akartam mondani, hogy furcsa van, ugye visszakerülünk ez a mester, mert az a nagyon az elején hangzott el ez, hogy Erikának a mester az nem, és hogy nekem meg mennyire igen. Szóval nekem mennyire fontosak voltak a mesterek. Persze ezt a szót kimondani, hogy mesterek, az ember egy ilyen valami őrült nagy, és kikezdhetetlen valakire gondol. Igen, akkor 10-20 évesen így éli meg. Szóval én ezt így éltem meg, és nekem nagyon fontos volt az a pár ember a képzőművészetben is,
akit követtem, akihez jártam, és a színházban is. Sokáig volt pár ilyen ember, aki nagyon meghatározó volt a számomra. Én egy ilyen alkat vagyok ezek szerint, és ráadásul tanítóképzőt végeztem, rajzszakos tanító vagyok. Soha életemben nem csináltam, tehát ki tudja, hogy mikor fog ez mind összeérni bennem, mert egyébként meg valahol nagyon izgat ez a dolog. Szóval szerintem egy nagyon klassz dolog lehet ez. Csak még várok. Köszönjük szépen mindkettőtöknek, hogy eljöttetek, hogy beszélgethettünk egy kicsit. Önöknek köszönjük a kitüntető figyelmüket, hogy eljöttek, jöjjenek máskor is. És a végén hadd biztosan önöket arra, hogy jöjjenek ide és nézzük meg Erika írtáit, ez itt a szünetben mindent, és még kaptunk egy kérdést. Még akkor, hogy volt? Mit szól Erika ehhez? Rajzolni mindenki tud. Minden a jobb agyfélteke működésén múlik. Megfelelő képzéssel 6 nap alatt mindenki megtanítható, mármint rajzolni. Vannak ilyen képzések, és ezek sikeresek is. Szóval mit szólsz ehhez, hogy megfelelő képzése 6 nap alatt meg lehet tanítani az embereket rajzolni, mert hogy ez csak a jobb agyfélteke működésén múlik. Ez bizonyára így is van. Tehát igen, biztos meg lehet tanítani az embereket 6 nap alatt rajzolni. De szóval, ha ez valamiért fontos az illetőnek, az a lényeg ennek. Tehát, meg az a másik lényeg, hogy mire használja ezt. Tehát, szerintem a rajzolni, ez egy fontos dolog. Valószínűleg nagyon kevesen rajzolnak, akiknek valamiért ez a munkájukhoz nem szükséges. Mert én nem tudom, micsoda. Tehát, hogy van egy félelmünk ezzel kapcsolatban, de és ez is visszavezethető a nagyszerű oktatási rendszernek. Tehát, hogy onnantól kezdve, amikor a gyereknek azt mondják, hogy a fa az nem így néz ki, akkor onnantól kezdve nyilván nem olyan szívesen rajzol egy fát, de általában a fa sokkal inkább úgy néz ki, ahogy az a gyerekre rajzolja. Tehát, hogy neki van egy képe róla. Most az, hogy ezt felmerjük-e vállalni felnőttként, hogy én nem tudok rajzolni, tehát az egy valószínűleg egy nehéz kérdés, vagy nehéz dolog. Ezt művészként így kevésbé érzem át, de azért látom magam körül. Tudok ezekről a rajztanfolyamokról, de bevallom őszintén, soha nem voltam, tehát nincsenek komolyabb ismereteim róla, de a fizikai meg biológiai működésünk alapján én is így gondolom, hogy meg lehet tanulni. Tehát készséget el lehet sajátítani, technikákat meg lehet tanulni jó módszerek segítségével, és hogyha ez nem valakinek jó, akkor szuper, tehát tényleg csinálja. Sőt, és még lehet, hogy felnőtt színezőt is fog tudni készíteni, de tényleg ezt is nem viccből mondom. Én is gondolkodtam rajta, hogy meg kéne szerezni egy felnőtt színezőt. Lehet, hogy Jordan Bess volt és 6 nap alatt tanult rajzolni. Nagyon szépen köszönjük. Önöknek köszönjük még egyszer a figyelmet. Jöjjenek legközelebb is. És Erika írkáit itt az asztalon meg tudják nézni. Biztosan segít is, hogyha érdeklődnek. És átadom Tündének a szót.